Mindkét résztvevő előremutatónak értékelte a csütörtöki találkozót, hiszen a főbb irányvonalak tekintetében az együtt gondolkodás jellemezte a megbeszélést. Nikolaj Jotku, az Arad megyei tanács elnöke érdeklődésünkre elmondta, amellett, hogy áttekintették a két megyek közötti gazdasági együttműködés jövőbeni lehetőségét, megkezdték a novemberben megvalósuló közös vegyes bizottsági ülés előkészítését, ahol reményeik szerint kardinális kérdésekben tudnak majd döntéseket hozni a 2014-2020-as időszak fejlesztési forrása és lehetőségeit illetően. Két ország között, hát határon átnyúló projekt keretében mik valósultak meg, illetve azt, hogy a két megye nagyon jól teljesített ebben az időszakban, és szeretnék, hogy a következő 2014-2020-as időszakban is megvalósuljanak minél jobb feltételekkel az új pályázatok. A megyei elnök a megbeszélés kapcsán kiemelte, sikerült megállapodniuk abban, hogy felgyorsítják azokat a folyamatokat a vegyes bizottságon keresztül, mely a 2014-2020-as időszak közötti fejlesztéseket készíti elő. Ez azt is jelenti, hogy egyfajta tematikát dolgoznak ki arra, hogy ezen időszakban milyen projektek élveznének prioritást a határon átnyúló közös programokban. Szóba került az a kérdéskör is, hogy a 14-20 között az irányítóhatóság kérdéskörei hogyan működjenek, az európai területi társulás kérdéskörei hogyan valósuljanak meg. Mondhatom azt, hogy mindenben egyetértés volt közöttünk, és bízunk abban, hogy nem sok időn belül be fogjuk tudni jelenteni azt, hogy Arad és Békés megye európai területi társulás vonatkozásában megalakította azt a gazdasági társaságot, non-profit formában működő gazdasági társaságot, amely közvetlen brüsszeli forrásokra is pályázni fog, és tulajdonképpen már a két megyének a vonatkozásában maga is tud pályázatot generálni. Azt, hogy pontosan mire és milyen forrásokat lehet majd lehívni, nagyban függ attól, hogy a két félnek mik lesznek majd a közös érdekeik, és mivel fordulhatnak együtt Brüsszel felé. Nyilván a kapcsolatnak mind az infrastruktúrában, mind a gazdasági élet különböző területein kell erősödnie. Nagyon közel vagyunk egymáshoz. A két megye kapcsolatrendszere évek óta jó, és én azt gondolom, hogy e területen mind a gazdasági társaságok, a helyi termékek határ innen vagy túlsó oldalán való piacra juttatása, a turizmus területén nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, ahol az együttműködésnek vannak lehetőségei. Az aradi után a Bihar megyei vezetőkkel is találkozott Farkas Zoltán, ahol hasonló kérdések kerültek terítékre, melyeket a jövőben konkretizálnak a partnerek.